Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik. Mi a heti konklúzió? Hangzott el az első kérdés, hát az, hogy Ács Gábor a legnagyobb király, Leo, mert hogy betette ezt a Bronski beatet nekünk, hála Istennek, és ezzel visszarepített a bohó fiatalságom korába. Köszönöm szépen, Gábor. Azt tudtad, hogy ez mi alapvetően? Vagy csak a Bronski beatre kaptad fel a fejedet? A Bronski beat meg a Jimmy Somerville hangjára kaptam fel a fejemet, tehát nem jársz messze a valóságtól. Fakik. Görsint énekel, és operából idéz, de igen, de, oké. Minden, nem figyeltem, jó, csak jó. Elmerültem a melódiában, ha szabad így fogalmazom. Klasszikus dal feldolgozása igen. Végül is, igen. Szóval, Csillag Zsigmond, az OTP Global Markets osztály vezetője viszont türelmetlenül várja, hogy ne zeneileg, hanem gazdaságilag is foglaljuk össze a hetet. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Ezzel a konklúzióval elég nehéz vitatkozni. Mármint a türelmetlensége, vagy a Bronski beat? A Bronski beat. No, mi volt? Szerintem sokkal nehezebb dolga van annak, aki a heti eseményeket szeretné megfejteni, így és változást szeretne megfogalmazni a következő időszakra. Igen, hát a hét eseményei talán Magyarországgal kezdjük. Ugye kiderült, hogy kivezeti a következő 4 évben Magyarországot, és hát ennek voltak pénz- és tőkepiaci hatásai is. Így van, hogyha áttekintjük az előző hetet, láthatjuk azért, hogy a makrogazdaság oldalról is elég sok adat érkezett, de azért nálunk elhomályosított mindent azt, hogy hétvégén volt, tartottuk a parlamenti választásokat. Aztán a hétfő elég csendesre sikerült, igazából azért, mert olyan nagyon nagy meglepetés nem érte a befektetőket ezen a téren. Ugye 2-től aztán beindultak a hírek, megindított ugye az unió ellenünk a kötelezettségszegési eljárást, és utána szerdán pedig a miniszterelnök úr tartott egy nemzetközi sajtótájékoztatót, és elég hevesen reagáltak rá a hazai részvények, és elsősorban a hazai fizetőeszköz a magyar forint. Egy elég alul teljesítő héten vagyunk túl, hogyha a magyar eszközöket nézzük. Egyébként mi baja a piacnak? Mert azt szokták mondani a közgazdaságtan könyvekben, hogy az állandóságot szereti a piac. Hát most állandóság van egy ideje Magyarországon. Politikai szempontból igen, állandóság van, de hogyha megnézzük a Magyarország politikai helyzetét most a nagyvilágban, akkor azért azt láthatjuk, hogy elég sok a kérdőjel, és elég nagy a bizonytalanság. És ezt most úgy ezen a héten kiderült, hogy azért a piaci szereplők így díjazták, hogy a forint azért egy 2-3%-ot alul teljesített. Nem csak az euróval szemben egyébként, hanem a régiós devizákkal szemben is, illetve a magyar eszközök is alul teljesítők voltak, hogyha az európai tőzsdékhez hasonlítjuk őket. Jó, nézzük, engedjük el ezt a lángoktól ölelt kis országot, és nyissuk egy kicsit tágabbra itt a messzelátónkat. Nézzük meg a részvénypiacokat az Egyesült Államokban és az Európai Unióban, mert ott is voltak azért érdekes történések a héten. Igen, itt is elsősorban nem előre tervezett makrogazdasági hírek mozgatták a piacot, hanem például a Fed jegyzőkönyv, ami egy picit erősebb hangvételű volt, kicsit szigorúbb hangvételű volt, mint amit korábban várt a piac. Sokan már egy magasabb 50 pontos emelést várnak a következő ülésre, nagyjából az év végére pedig egy 2,5%-os kamatszintet, ami az amerikai Fedet illeti. Azért nagyon nehéz most a részvénypiacokról beszélni, vagy azért is, vagy inkább előrejelzést adni, és azért is hoztam ezt a témát, mert szerintem egy nagyon nehéz szituációban van most az, aki részvények irányába szeretne elmozdulni. Nagyon sok ellentétes hatás éri most a részvénypiacokat. Ugye az előző válság 2020-ban a koronavírus kirobbanása volt, akkor ugye recesszióba lökte a világot, viszont nagyon nagy különbség van az akkori és a mostani helyzet között, amit egy szóval inflációnak tudunk nevezni.
és a jegybankok viselkedéséről. Ugye akkor mi történt? Az összes jegybank nullára levágta a kamatot, és rengeteg pénzt pumpált a piacról, főleg a kormányzatok pedig azokat az iparágokat támogatták, akik a legnagyobb problémával néztek szembe a válság következtében. Most egy kicsit más a helyzet, vagy nagyon más a helyzet. Most látunk egy elszabaduló inflációt, és egy lassuló gazdasági pályán kell szigorítaniuk a legnagyobb jegybankoknak is. Látszik az, hogy nagyon nehezen teszik meg. Hiába van mondjuk 5%, vagy hiába várnak idénre 5% feletti inflációt már az eurozónában, vagy 4% fölötti inflációt, átlagos inflációt az USA-ba, a kamatszintek jóval elmaradnak. Hiába látunk már most egy óvatos szigorító lépéseket mind a Fed-től, mind pedig az LKB-től is várhatóan bekövetkezik, és a kötvénypiaci hozamszintek ezt lereagálva elkezdtek óvatosan emelkedni. Azt látjuk, hogy a reál hozamok soha nem voltak ilyen mélyen negatív tartományban, vagy az utóbbi időben nem voltak ilyen mélyen negatív tartományban, mint most, és ez a magas inflációnak köszönhető. És ez az, ami miatt szerintem nagyon nehéz most a részvénypiaccal tervezni. Látszik az, hogy például az USA piacok csúcs közelben vannak, de azért az idejében már inkább kicsi korrekció, visszapattanás, áldogálás jellemző, tehát nincsen egyértelmű irány. Az európai indexek pedig inkább azért lefelé vették az irányt. De azt látjuk, hogy a jegybanki pénzek kezdenek elfogyni, ez a mesterséges pumpálása a piacnak, ez megszűnik. Egy dolog van, én azt gondolom, ami az európai részvénypiacra pozitívan hathat, és itt nem szabad elfelejteni egyébként még az orosz-ukrán fegyveres konfliktusnak a hosszú távú és rövid távú hatásait sem. Az, hogy ez a negatív reál hozam, ez hosszú távon fennmaradhat a piacon. Valószínűleg a jegybankok nem fogják olyan magasra emelni a kamatot, mint az infláció mértéke, és emiatt továbbra is, aki nem szeretné folyamatosan veszíteni a pénze értékéből, annak a kockázatosabb eszközök irányába kell mennie, és ez életben tartatja egyébként a részvénypiacot. Szerintem arra kell felkészülni, hogy sokkal jobban fognak diversifikálni a befektetők az egyes iparágak egyes részvényei között. Nem tudunk már arra, vagy nem lehet már arra szerintem számítani, hogy trendszerű mozgások lesznek a piacon, mint az utóbbi. Akkor csapkolódás lesz, ha nem trend. Főleg bankok? Most csak nyilván, hogy kinek jó az infláció alapvetően, vagy hogy milyen szektorok? Vagy a hagyományos iparág? Mert úgy vágtunk bele a 2022-ben, hogy a hagyományos iparágak, amik alulértékeltek voltak az elmúlt időszakban, azok hasíthatnak jól. Így van, sok minden, tehát nagyon nehéz kiszámítani még azt, hogy ugye az európai piacon az ukrán helyzet az nagyon hosszú ideig eltarthat. Föl lehet készülni arra, hogy nem tudjuk akkor előre megmondani, nyersanyagpiacokon meddig tart ez az extrém árazás. Most nyilván az ezzel foglalkozó cégek részvénye is nagyon szépen mozognak. Azt sem tudjuk megmondani, hogy a globális élelmiszer hiány mennyire fog begyűrűzni. Nem tudjuk az időtávokat egyenlőre belőni, hogy mikorra rendeződik ez a helyzet. A másik pedig az, ami a jegybankok óvatosságát szerintem, a nagy jegybankok óvatosságát szerintem mozgatja, vagy indokolja, az, hogy ezt a típusú inflációt, amit most látunk a világban, nem feltétlenül a jegybankok fogják tudni megoldani. Tehát az, hogy az energiaárak ilyen magasok, az, hogy a szállítási láncok nem jöttek még helyre, hogy nyersanyag hiány van. Azt pénzzel nem lehet megoldani. Igen. Nem függ attól, hogy mekkora az alapkamat. És a másik hátulütője lehet ezeknek, hogyha egekbe fölemelik a kamatokat, és egy gyors visszarendeződés, vagy egy vártnál gyorsabb visszarendeződés van, mert most már gyors visszarendeződésről nem beszéltünk, akkor ezek a hatások az inflációra negatív irányba is, tehát nem csak a bázis hatás miatt fog egy idő után megtorpanni az infláció, hanem nagyon sok olyan összetevője lesz ennek a kosárnak, ami lefelé fogja tolni a bázishatáson kívül is az inflációt. Hát akkor kapaszkodjunk, és főzzünk jó sok kamilla teát, hogy borogassuk a szemünket, hogy ne begyulladjon attól, amit látni fogunk. Így van, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz most hosszú távra tervezni a tőkepiacokon.
rövid távú befektetésekben kell gondolkozni, és a hétvégére pedig el kell menni pihenni mindenképpen. Legyen így! Nagyon szépen köszönjük! Köszönöm én is, sziasztok! Minden jót, szervusz! No, hát az elmúlt percekben Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével vettük végig, hogy mik a kilátások és mik a mögöttünk lévő hét legfontosabb gazdasági eseményei. A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata hangzott el. Na, a hallgatók akkor? Vérszemet kaptak, kérlek szépen, a Bronski Beat-től, kórusban hózsanáznak, mert lassan pajzsra emelnek, alig bírtam kiverni a kezükből ezt a védőeszközt. Viszont vannak igazi cinikusak, hogy ezt sem gyakran hallani, Bronski Beat-et a jazziben, Kántor nincs benne, mi? Figyelj, ez azért többször sem zseniális ez a dolog. Ez a dal teljesen lelóg, de valahol meg mégis beilleszkedik egy alapvetően szinti pop lemezre, de hát ugye ezt meg nem mondanád, hogy ez milyen környezetben, vagy hogy milyen zenekar játszotta ezt a dalt. Maga a dal, illetve maga Gershwin egy zseni volt, aki nagyon-nagyon fiatalon halt, meg mégis egészen elképesztő zenei életművet hagyott ránk, és az élete végén írta. Az egyik legtöbbet földolgozott dala ez egyébként. Ezerféle verzióban van, és majdnem egy 100 éves dal, ami úgy simul bele egy 80-as évekbeli szinti popba, mint az lemezbe egyébként, mert ha külön kiveszed a dalt, annak semmi köze hozzá. Szóval többszörösen is egy nagyon szerintem teli találat. Nagyon jó. És jó, hát ezzel jó. Emlékeztünk a szerzőire is. Jó, ne töményezze magát, 30-as években írta. Igen. És a tesója, a bátyja írta a szövegét. És óriási botrányokat kavart már a szövege, igen, miatt, és órákat lehetne róla beszélni. Mert még egy kérdés jött, a fogas kérdés, hogy a Bronski Beat az Unstoppable Sex Machine-os póló miatt jött? nem, az egy másik zenekar, az már egy 90-es évek végi egyik kedvenc zenekaromra visszautaló póló, aki, ahogy öregszik az ember egyre, az egyik klasszikus lemezborítójukat update-eli az évszámmal, tehát én most már az 50-eset kaptam meg a szülinapomra tesómtól, akivel jártunk az ő koncertjeikre, úgyhogy ez egy más jellegű. Aztán írja a hallgató, hogy a kamillatás, borogatás szemre sok esetben ellenjavalt, nem figyelt a kedves hallgató, mondom, nehogy begyulladjon a szemünk attól, amit látunk a pénz- és tőkepiacokon. A szemgyulladásra pedig igenis javalt a kamillatás, borogatás. Tudomásom szerint, de hát én csak a népi gyógyászatot ismerem. Nem vagyok egészségügyi végzettséggel bíró szakember. Na de, sok beszédnek, sok az alja, Tari Ibolya híre, meg nem marad idő, úgyhogy jöjjenek inkább ezek. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mi az áj?